Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon köszönjük ezt a verset. A gyerekek, ha itt lennének, akkor most egy kicsit beszélnénk a mennyről. Meg az újföldről, erről hazáról, miről ez a vers szólt. És hát remélem minden nap gondoltok rá. Mert ide készülünk, ez a az életünk egyik célja, ugye, hogy Isten országából legyünk és ott lehessünk. A mai igénk, amit olvasunk, ezzel összefüggésben beszél arról, hogy van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg kell őrizni ahhoz, hogy ne maradjunk Istennek az országából. Példabeszédek könyve 4. rész 23. verse. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál, amit őrzöl, jobban őrködj a szíved felett. Jobban vigyázz rá, mint bármi másra vigyázol. Kicsit gondolkozzatok el azon, hogy ezen kívül mi mindenre szoktatok vigyázni, mit őriztek. Tehát mit? Esetleg azt is elmondhatjátok, hogy meddig kell azt a valamit őrizni, van-e költsége annak az őrzésnek, mibe kerül, mit kell ráfordítani, amit őriztek, vagy általában az emberek mi mindent szoktak őrizni. Na, van-e amire vigyáztok, őriztek, vigyáztok valamire? Nincs semmilyen? Ma már van az adósságról. Igen. A kifizetett csekkeknek a másolatát, aha, a szelvényét, azt meg kell őrizni minimum 5 évig. Nagyon jó. Én tovább megköszönöm, tehát én arra nagyon figyelsz. Nagyon jó. Arra vigyázok. Köszönöm szépen. Na, mi jut még eszetekbe? Hát én annyit mondanék, hogy a lelki vigyázás, lelki életünkre nagyon is kell odafigyelni, és vigyázni. Van, amikor az ember esetleg hamarabb más tesz, mint hogy az Úrral beszélné meg azt a dolgait, ami szükség lenne, ami fontosabb lenne. Ezeket kellene kijavítani, vagyis jobban odafigyelni, hogy az legyen az első az Úrral való találkozás vele, megbeszélni a napi dolgokat, és erre én úgy gondolom, hogy szívvel, lélekkel kell, hogy vigyázzunk. Úgy, ahogy mondja, hogy a bölcs Salamon is. Én is gondolkoztam egy pár ilyen dolgon, ezek jutottak eszembe, hogy például sokan föltve őrzik a családi örökségeiket, nagyszülőtől, dédszülőtől kapott valamit, emléktárgyat, gyűrűt, ékszert. Aztán nem mondtátok egyikőtök se, de feltételezem, hogy vigyáztok a pénzetekre, a vagyonra. Van, aki páncélszekrénybe őrzi, van, aki a bankba teszi be, van, aki elrejti valahova, aztán nem találja meg sosem később. Tudok konkrétan ilyet. A házamat, a portámat mivel szoktuk védeni, őrizni? Itt Magyarországon jellemző a kerítés, ugye? Kerítés, kapu, bekulcsoljuk, bezárjuk, lelakatoljuk, biztonsági zárral, riasztóval látjuk el, vagy éppen házőrző kutyával. Aztán szénmonoxid jelzőt, biztonsági kamerát helyezünk el. Van-e, aki is szokott biciklivel közlekedni? És itt Újfehértől le kell lakatolni, vagy nem? Le, ugye? Az is egyfajta vigyázás, őrzés. Én is megtanultam, amikor csak 2 percre szaladtam be az iskolába a fiamért, hogy mire kijöttem, nem volt a bicikli sehol. Fényes nappal, tehát le kell lakatolni. Bezárom az autómat, vagy éppen biztonsági kamerát helyezek el benne, vagy nyomkövetőt szerelek föl, már ilyen is van, akinek van. Aztán vigyázunk a háziállatainkra, épp úgy, mint a haszonállatainkra is, ugye, ólat, karámot, kerítést, villanypásztort, stb. Helyezünk el.
Említetted a számlánkat, ugye őrizzük a hivatalos dokumentumainkat, bizonylatainkat, orvosi papírokat, személyi okmányainkat, bankkártyáinkat, vigyázunk a jelszavainkra, PIN kódjainkra, vagyontárgyainkra, vagy éppen az egészségünkre. Vannak, akik biztosításokat kötnek, van, aki életbiztosítást is köt. Sok mindent ne próbálják az emberek. Még olyat is tudok, aki önvédelmi tanfolyamokra jár, megtanulja, hogyan tegye biztonságossá a telefonját, vagy a számítógépét. Nagyon sokat költenek adatvédelemre, műszaki hibák, vagy zsaroló vírusok miatti többszörös védelemre, adatokat védeni. Tehát sorolhatnánk, hogy mennyi minden van, amire az emberek vigyáznak, őrzik. Kiszámoltátok-e már, hogy mennyi időt, energiát és pénzt szoktatok költeni ezekre a dolgokra, vagy ezeknek az őrzésére, vagy védelmére? Mert hogy nem ingyen van, az biztos. Ugye? Hallottam valakit, hogy kapott ajándékba egy kiskutyát, ami megnőtt, és kellett neki csináltasson ilyen kenelt, hogy nehogy ugye mindenfel a szomszédokhoz átszaladjon, vagy a kerítés meg kellett erősíteni. Tehát ez mind-mind pénzbe kerül. Aztán van olyan, hogy például biztonsági őrök vannak ma már a legtöbb nyilvános helyen. Találkoztatok már ilyennel, ugye? Nyilvános helyeken, üzletekben, ügyfélszolgálatokon, pénzintézetekről nem is beszélve, ott vannak a fegyveres őrök, de nagyon sok magánember is biztonsági személyzetet vagy fegyveres őröket tart. Hát ezek a gazdag üzletemberek, politikusok milliókat költenek a személyes biztonságuk megőrzése érdekében. Hogy csak egyet említsek, Mark Zuckerbergről olvastam, hogy vagyonát, és őt magát is folyamatosan fegyveres tisztek védik, és ennek a milliárdosnak a havi költsége 1,9 milliárd dollár, amit a biztonsága fenntartásáért fizet. Tehát havonta. Azért ez nem semmi, ugye? Aztán, ugye mi az, amit hosszabb távon meg kell őrizzünk, mi az, amit rövid távon? Hát hosszú távon megőrzendő papírok, tudnátok ilyet mondani? Amit nem csak 5 évig, hanem amíg élünk. Ugye? Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, érettségi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány, diploma, orvosi papírok, zárójelentések, oltási könyv, munkaszerződés, így tovább. Lakástulajdonlap. Tehát ezek. Aztán vannak rövidebb ideig megőrzendő papírok, ezek 1-5 év távlatra sorolnám, ugye blokkok, számlák, jótállási papírok, közüzemi számlák, ahogy mondta, vagy 5 évig meg kell tartani ezeket, és ilyen pénzügyel kapcsolatos dolgokat is. Na és akkor mit is olvastunk az igében? Bölcs Salamon, aki szintén milliárdos volt, ugye, Salamonnak a kincseiről mondások vannak. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy minden dolognál, amit őrzöl. Tehát most felsoroltunk rengeteg mindent. Azt mondja, van valami, amit ezektől is jobban kell őrizni. Ezektől is jobban kell rá vigyázni, és ha most összeadnánk azt a pénzösszeget, azokat az anyagi ráfordításokat, amit arra adunk, hogy megőrizzük az elő felsorolt dolgainkat, és hasonlítsuk össze azzal, hogy mennyit fordítunk időben, energiában és pénzben arra, hogy jobban megőrizzük a szívünket. Érdemes elgondolkozni rajta. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy gondolj azokra, amit szoktál őrizni, amire vigyázol, ami féltett kincset. És ettől sokkal-sokkal jobban vigyázzál a szívedre. Sokkal jobban vigyázzál a gondolataidra. Sokkal jobban vigyázzál a döntéseidre. Sokkal jobban vigyázzál arra, ahogy Zoltán is fogalmazott, a Jóistennel való kapcsolatodra.
fordíts több időt, több tanfolyamot, több képzést, és több anyagit is arra, hogy minden másnál jobban őrizd meg szíved, lelket. Ápolni, táplálni szükséges. Ugye a bibliai szó használatban, a héber gondolkozásban a szív szó az ember erkölcsi jellemére, a lelkére, mint a belső emberre utal, az elmére, az erkölcsi döntéseknek a székhelyére, a megértésre és az értelemre vonatkozik, illetve az emberi akaratra és a döntésekre is vonatkozik. Ugyanakkor az ember érzelmeinek és szenvedélyeinek is a székhelyére is utal. Tehát nagyon gazdag a jelentése, és nyilván az összefüggésből tudjuk azt jobban megérteni, hogy miről is van szó. Bölcsalamon itt arra hívja fel a figyelmünket, tehát, hogy minden egyéb dolognál, amire vigyázunk, amit féltünk, a szívünkre, a gondolatainkra jobban vigyázzunk. Valaki azt mondta, hogy a gondolataink jellemeznek bennünket. Most gondolj egy harmadik személyre, valakire, és hogyha be kellene őt mutasd, hát most mesélni kellene róla itt nekünk, hogy ő milyen személy, akkor vajon mit mondanál arról, hogy milyen az ő gondolkozásmódja? Milyen az ő felfogása? Mi a véleménye a világról? Mi a véleménye Istenről? Mi a véleménye a világ eseményéről és dolgairól? Ugye ezt csak úgy tudjuk megfogalmazni és kifejezni, hogy általában milyen a gondolkozásmódunk, milyenek a gondolataink. És nagyon érdekes a gondolatainknak a kicsit úgy, hogy is mondjam nektek, hogy meg lehet-e mérni a gondolatokat, vagy ki lehet-e mutatni. Hát ez egy különleges tudomány, mai napig vizsgálják és kutatják, éppen a héten jelent meg egy cikk, hogy magyar tudósok újabb idegi pályát, újabb kommunikációs csatornát fedeztek fel a szervezetben. És egy kicsit megnéztem, hogy hát mit is tudunk mi az emberi gondolatokról. A Dél-Kaliforniai Egyetemen ott van egy neuroimaging labor, ahol az idegrendszert vizsgálják és kutatják, és azt találták, hogy az átlagos embernek körülbelül 48,6 gondolata van percenként. Tehát, hogy egy perc alatt legalább úgy átlagban 46-nál is több gondolat jut eszünkbe. Ez nem csak egy-egy szó, hanem a gondolat az ugye, ha meg akarjuk fogalmazni, az lehet néha mondatokba is kerülhet. Hogyha ezt napi idővel mérnénk, akkor ez naponta legalább 70 000 gondolatot jelent. Egy évben ez több mint 25,5 millió gondolatnál is több. Tehát az embert tényleg igaz, hogy a gondolatai jellemzik. Arról biztos ugye már tudunk régóta, hogy a hölgyeknek és a férfiaknak az agya között van egy pici eltérés, nem annyira sok, de azért mégis jellemző, megkülönbözteti az embert egymástól. Egy 18 éves, tehát mondjuk egy felnőtt korba lépő embernek már legalább 100 milliárd agysejtje van. Tehát egy felnőttnek legalább ennyi agysejtje van, és az is érdekes, hogy míg a szervezetünkben a többi sejt az általában cserélődik, elhal és új lesz helyette, addig az agyi idegsejtek ezek egész életünk végéig megmaradnak, már ha megmaradnak, és követnek bennünket. Tehát ezek a leghosszabb ideig élő sejtjeink. Hogyha egy homokszemre gondoltok, most láttatok már homokszemet? Próbáltatok úgy, ugye, külön választani egy pici-pici homokszemet. Hát egy ilyen méretű agyszövetben legalább 100 000 neuron van, tehát egy ilyen méretűben, és 1 milliárd idegi kapcsolat.
fel se tudjuk fogni ezeket a számokat, ugye? Meg ezeket a méreteket. És gondoljatok bele abba, hogy ebben a pici-pici méretű dologban, és hogyha most nézzük az egész agyunkat, ugye az még nagyobb, hogy hány billiárd, billió, meg sem tudom mondani milyen mértékegységben, ott vannak azek a kis információk, száguldanak és ott haladnak. Vannak lassan haladó információk, van, amelyik másfél kilométernyi óránkénti sebességgel halad, de vannak olyan információk is, amelyek 400 km/órás sebességgel haladnak az agyunkban, és így mozognak. El tudjátok ezt képzelni, hogy most is, ahogy itt hallgatjátok ezt a beszédet, ahogy gondolkoztok, akkor információk tömkelege, mintha a versenypályán mennének a versenyautók, ilyen gyorsan szágoldoznak és jönnek, mennek. Egyetlen másodperc alatt több mint 100 000 kémiai reakció zajlódik le az agyunkban. És ezek mind-mind felelősek azért, hogy a mi gondolatunk, gondolkozásunk, a hitünk, a bizalmunk, a dicsőítésünk, az imádságunk, a kétségbeesésünk, vagy éppen a bátorításunk, és minden-minden, ami jellemez bennünket, ez így alakuljon. Tehát látjuk, hogy egy nagyon-nagyon összetett, bonyolult rendszer, és a csodálatos az, hogy mégsem lehet igazán, bár szoktuk hasonlítani a gépekhez, vagy a számítógéphez is akár, de azt mondom, hogy nem lehet. Mert ezzel az értelemmel, amit kaptunk a Jóistentől, tudunk szeretni, és tudunk gyűlölni. Tudunk hinni, és tudunk kétségbe esni. Tudunk örülni, énekelni, hallelujázni, és tudunk sírni, szomorkodni is. Tudunk új dolgokat megtanulni, sőt, új dolgokat kitalálni, kreatívak lenni, és rengeteg mindent mondhatnánk még. Csodálatos az, hogy Isten megteremtett bennünket. Aztán, amit még fontos látnunk, hogy minél tovább gondolkozunk valamin, minél többször gondolkozunk rajta, minél többször ezt kimondjuk, minél többször ismételgetjük, annál inkább az jellemezni fog bennünket, és olyanná fogunk válni, azzá válunk. Ezt valahogy úgy próbálták megfogalmazni a kutatók, hogy jobban mélyülnek a neurotranszmitterek által bejárt kis utak és mélyedések is, hogy mikroszkóppal látható nyomokat hagynak tulajdonképpen. És hogyha a gondolataink bezárodnak ezekbe a kis barázdákba, akkor a hozzáállásunk és a tetteink is követni fogják azokat a gondolatokat, más szavakkal, szokások alakulnak ki bennünk, és a szokások pedig a jellemünket fogják meghatározni. Hát nem csodálatos? És mit mond Bölcs Salamon? Minden dolognál jobban őrizd meg ezt az ajándékot, amit a Teremtő beléd helyezett. A gondolataidat, az elmédet, a szívedet ne tedd tönkre, ne pusztítsd, hanem vigyázzál rá. Ha kell, fordítsál rá anyagiakat is. Ha kell, fordítsál rá időt, energiát. Ez a héber szöveg a Bibliában arra utal, hogy a szívet legalább úgy kell őrizni, és úgy kell rá vigyázni, mint ahogy egy fogolyra vigyáz a börtönőr, vagy a katona. Hogy el ne szökjön, vagy ne tegyen semmi rosszat. És itt eszembe jut az, hogy ott van például a Szentírásban a pedagógosz kifejezés is, amikor a gyermekre vigyáz a tanítómester. És tanítja, neveli, ugyanakkor óvja is mindenféle rossz dologtól. Miért kell a szívünkre vigyázni és őrködni felette? Miért kell a gondolatainkra odafigyelni? Hát egyszerűen azért, hogy ne tegyen rosszat. Azt mondja a Szentírás, hogy bizony gonosz tud lenni ez a szív. Másrészt arra is utal, hogy a szívet őrizni és védeni kell, hogy megakadályozzuk, hogy nehogy istentelen negatív hatások befolyása alatt
éljen és működjön. Tudnélik, az embernek lehet helyes a megértése és a tudása is, mégis annak ellenére, hogy vannak helyes és jó ismeretei, esetleg rossz döntéseket fog hozni az életben. Találkoztatok már ilyen helyzettel? Nagyon egyszerű, rá van írva minden cigarettás dobozra egy szöveg, egy figyelmeztetés. Ezt mindenki tudja. Nem veszi senki figyelem. De a döntését nem változtatja meg. Tehát látjuk azt, hogy nem elég valamit csak tudni, ismerni, mert a szívünk, az akaratunk, az érzelmeink, a szenvedélyeink beleszólnak a döntéseinkbe. És hogyha nem tudatosan nem hozunk tudatosan elhatározásokat, hanem szabadjára engedjük, hogy az érzelmek, a szenvedélyek irányítsanak bennünket, akkor ennek sajnos rossz vége lehet. A Szentírás nem sok jót tud mondani azoknak az embereknek a szívéről, akik nem adták át magukat Jézus Krisztusnak. Jeremiás könyve 17. fejezet 9. vers azt mondja, családabb a szív mindennél, és romlott az, ki ismerhetné ki. Mit jelent ez a szó, család? Használjátok ma ezt, amikor beszélgettek a boltba valakivel, vagy postán sorban állás közben, vagy otthon? Nem, ugye? Mit jelenthet? Hát család, csal, ami megcsal, ami becsap, ami félrevezet. Ugye? Azt mondja, hogy az érzéseinkre nem mindig jó hallgatni. Sokszor adnak ilyen tanácsot az emberek egymást, csak hallgass az érzéseidre. Amúgy feleségemnél is tapasztalom, hogy nagyon jó megérzései vannak. De ez talán nem ugyanaz. Azt mondja, hogy az a szív, amelyre itt a Jóisten utal, az megint csak nem csupán ez a fizikai szerv, hanem a gondolkozásunk, az értelmi és erkölcsi lényünk központja és forrása, ahonnan a vágyaink is fakadnak. Jézus még világosabban fogalmaz a Lukács evangélium a 6. fejezet 45. versében, mert ott azt mondja, a jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert amivel telve van a szív, azt mondja száj. Hát itt elég sok jó gondolat van. Az egyik azt mondja, hogy az embernek vannak kincsei. A szívnek vannak kincsei. És én itt nem tudok megint csak másra gondolni, mint azokra a gondolatokra, arra a gondolathalmazra, arra a felfogásra, arra a gondolkozásmódra, arra a világnézetre, ami engem jellemez. És azt mondja Jézus, hogy vannak erkölcsileg jónak mondható ilyen gondolathalmazok bennünk, meg vannak rossznak, gonosznak mondhatók. Az egyiknek jó szándéka van, pozitív, a másikat inkább a rossz szándéka, negatív jellemez. És azt mondja, hogy az emberek olyan kifejezés úgy fejezik ki magukat, ami bennük van. Lehet, hogy valaki mindig tud türelmes lenni, kedves, jószándékú, segítőkész, becsületes, tisztességes. Van, aki ennek az ellentéte. És azt mondja Jézus, hogy hát ilyenek vagyunk. Sokszor, ami a szívünkön, a szánkon, mert nem tudunk uralkodni magunkon, és kitörünk. Haragosak, indulatosak, durvák leszünk. De van, aki már úgy begyakorolta és megszoktatta magát, hogy tud kedves és türelmes maradni olyankor is. Van, aki tudja kontrollálni az ő érzéseit és érzelmeit. És azt mondja Jézus, hogy hát jó lenne mindannyian arra tudnánk törekedni, hogy a jó jöjjön belőlünk. Amit beengedsz a szívedbe, amit beengedsz a gondolkozásodba,
az meghatározza a beszédedet, a gondolkozásodat, a tetteidet és a döntéseidet. Valaki azt mondta, hogy az olyan, mint amikor beprogramoznak egy számítógépet egy bizonyos feladatra, egy bizonyos, tulajdonképpen arra úgy programozzák be, hogy bizonyos külső hatásokra milyen választ adjon, milyen döntéseket hozzon. És valahogy ugyanígy ezt tanuljuk meg. És alapvetően a mi életünket irányítja az, ahogyan idézőjelben beprogramozzuk magunkat. Az embernél annyival másabb ez mindig, hogy az embernek ott van a szabad akarat, és az utolsó másodpercben is tud váltani, meg tud változni. A változásnak az ajándéka. Jézus úgy mondja, ez a megtérés, újjászületés. Nem csodálatos? Hát az érzékszerveink, amivel detektáljuk a külvilágot, milyen érzékszerveink vannak, amelyek hatással vannak a mi gondolkozásunkra? Szemünk, fülünk, ugye? Amit látunk, amit hallunk, aztán akár amit tapintunk is. A szánkban nem az információ jön be, hanem a táplálék, ugye ez is befolyásol. Mert tudjuk, hogy vannak olyan hatású szerek, amelyek a gondolkozásunkat nagyban befolyásolják. Tehát nem mindegy, hogy mi jut el a szívünkhöz, az elménkhez, a gondolatainkhoz ezeken keresztül. Amit nézel, amit hallgatsz, az bemegy a szívedbe, a gondolataidba. Minél több idő telik el ilyen dolgokkal, ez lehet akár órákban, években, évtizedekben is mérni. Akár észreveszed, akár nem. Ez formálni fog téged, alakítani fog téged. És hogyan tudjuk megőrizni a szívünket, amit bölcsanamon kér? Úgy, hogy bizonyos szűrőket alkalmazunk, bizonyosan válogatjuk, megválasztjuk azt, hogy mit nézünk, mit olvasunk, mit hallgatunk, milyen környezetbe megyünk, milyen befolyást engedünk magunkra áradni. Említettétek a szombat iskolában, hogyha nem akarsz vásárolni az ördög kirakatából, akkor ne is menj oda, ne sétálj arra, és ne nézd, ne bámuld, mert befolyásolni fog. És ugye az egyik cégnek a marketing szlogenje az volt, hogy érdeklődőkből előbb-utóbb vásárlók lesznek. És minél többet érdeklődik valaki, minél többet tárul a szeme, vagy a fül elé, vagy úgy együtt, az a dolog, ugye a reklámoknak ez az egyik módszere, szerepe, előbb-utóbb egy olyan döntést fogsz hozni. Na most ezért kell ezt megelőzni, ezért kell erre tudatosan is odafigyelni. Hogyha nem akarsz olyan ember lenni, mint akiket látsz a televízióban, akkor ne nézz azt a bizonyos tévéműsort. Hogyha nem akarod azt csinálni, amit a rádióban énekelnek, akkor ne hallgasd azt a zenét. Válogass meg, hogy milyeneket hallgatsz, milyeneket nézel, miket olvasol, milyen emberekkel beszélgetsz, kiknek a hatását engeded magadra. Ezen felül Szentírás beszél arról is, hogy meg kell őrizzük a szívünket a keserűségtől és a rossz motivumoktól is. Meg kell őrizzük a szívünket attól, hogy ismételgetjük a panaszainkat. Ismételgetjük a kifogásainkat. Ismételgetjük a kritikáinkat. Mert ennek mi lesz a hatása ránk? Egyszerűen lerakódnak a szívünkben ezek a dolgok, és megakadályozzánk, hogy erkölcsileg jobbá legyünk. Megakadályozzánk, hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. Hogy Pál apostol mondja, nem szabad engedjük, hogy a keserűségnek valamilyen gyökere felnőjön bennünk. Egy növény akkor él szépen és virul, ha tápláljuk olyan anyagokkal, ami neki előnyös, ami segíti ezt. Na most, hogyha nem tudom, hipót öntenénk rá, vagy benzint, vagy valami mérget, meddig élne?
Szoktatok arra gondolni, hogy olyan a szívünknek, a gondolatunknak a panaszkodás, a kritika, a vita és ezek a dolgok, amelyek itt tönkre tesznek? Számtalan világi szakember megfogalmazta már, hogy a haraggal nem annak teszel rosszat, akire haragszol, hanem saját magadat teszed tönkre vele. Például. Akkor hogy van az, hogy tudjuk mi ezeket, mert bólogatunk is rá, de olyan, mint a cigarettás dobozon a felirat. Semmi hatása, nem? Érdekes. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy gondold ezt át. Gondold át, hogy min kell változtatod. Mit kellene, hogy jobban őrizzél? Bizonyos foglalkozásoknál van olyan, hogy mentor. A mentor azt jelenti, hogy segít valakit abban a szakmában, abban a feladatkörben egy kicsit fejlődni, javulni, előrébb jutni, és ez önmaga már nem tudja megtenni, hiába elvégezte az iskolákat, megtanult mindent, az agyával tudja, de a gyakorlatban még nem megy úgy, ahogy kéne. És akkor mellé rendelnek egy segítőt, egy mentort, aki segíti abban, ott van, kontrollálja, kommunikál vele, együtt csinálja, és egy kicsit megadja a lehetőséget abba, hogy fejlődjön. Ugyanígy, akik mondjuk káros szenvedélyek rabjai szeretnének leszokni, nem biztos, hogy így hívják, de van valaki, egy segítő személy mellette, akit időnként felhív, naponta rákérdez, na, kibírtad-e mai napig, hogy nem ittál, vagy nem gyújtottál rá, és így tovább, és így segíti. Tulajdonképpen egy gyülekezetben mi ilyenek lehetünk egymásnak, mint a mentor, mint aki segít, mint aki imádkozik egyik a másikért. Kaptatok már olyan üzenetet, SMS-t, Messenger-t, egyebet, hogy imádkoztam érted ma, vagy imádkozok érted, vagy imádkozni fogok érted. Örömteli dolog, nem? Tudni az, hogy nem vagyok egyedül. Van valaki, aki gondol rám, aki törődik velem. És ez ugyanúgy a jellemfejlődésben is egy nagyszerű dolog lehet, amikor olyan emberekkel vesszük magunkat körül, olyan valakikkel barátkozunk, akiknek ugyanaz a céljuk. Eljutni abba a dicső országba, amiről szólt a vers. Ott lenni a mennyben, ott lenni Istennek az országában. Ezért mindig figyelj arra, hogy miket mondasz, mit nézel, és mit hallgatsz. Győződj meg arról, hogy minden tetted dicsőíti az Urat. Ha megőrzöd a szívedet és az elmédet, az élet forrása fog szabadon kiáradni a bensődből, és olyan bővölködő életet fogsz élni, amilyent Isten szánt neked. Bővölködő élet. Nem csak a pénz, ugye most sokat beszélünk a pénzről a szombatiskolai biblia tanulmányunk során, nem csak a pénzben, a anyagiakban tudunk bővölködni, mert ezek összefüggenek, ahogy láttuk épp ma is. Hogyha Istennel a kapcsolatunk rendezett és jó, és nagyon szoros, akkor ő meg tud bennünket áldani olyan gondolkozásmódot, olyan bölcsességet, olyan sávfárkodási elveket tudunk elsajátítani, amit gyakorolni is tudunk, és akkor mind anyagilag, mind lelki értelemben bővölködő lesz az életünk. Kicsit beszéljünk arról is, hogy hogyan veszíthetjük el, vagy mivel veszíthetjük el a szívünket. Mert ha Isten szerint őrizzük el a szívünket, akkor azt jelenti, hogy ha nem őrizzük, akkor el is veszíthetjük azt. Máté evangélium 6. rész 24. versében: senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hogyan veszíthetjük el a szívünket? Ha szétosztjuk, ha megosztjuk. Ha próbálok a mindenható Istennek is szolgálni, meg saját kis bálványos dolgaimnak.
Zárójelbe ugyanígy igaz ez, amikor mondjuk fiú-lány kapcsolatban ismerkedés, udvarlás során, hogyha valaki, szokták így mondani, hogy két vasat tart a tűzbe, vagy nem is tudom, hogy mondják. Tehát nem lehet a szívet szétosztani, megosztani. Csak egy. És ez a bibliai tanács akkor sikerülhet, hogyha ezt komolyan vesszük. Nem szolgálhatunk két úrnak. Nem lehet kétfajta befolyás, amely irányítanak arra az életünket, hanem csak egy. Döntsük el. Ez nagyon sok lelki betegségtől is egyébként megóvna bennünket, hogyha el tudnánk így dönteni. A második, tehát az első, ami veszélyes, hogyha megosztom vagy szétosztom a szívem. A második, hogy azzal, ha engedem, hogy a bűn mérgező halálos mérge beáradjon a szívembe, ezzel is elveszítem. Máté 6.22-23-ban azt mondja Jézus, a test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Hogyan kerül be a bűn mérge a szívünkbe? Hát az érzékszerveinken keresztül. Szemünkön, szánkon, fülünkön, órunkon, kezünkön, ahogy már ezt az előbb mondtuk. És ezért mondja Jézus, hogy nagyon fontos, hogy ezeket az érzékszerveinket egészségben tisztán tartsuk. Már csak az a kérdés, hogy hogyan őrizhetjük meg a szívünket. Kinél is lehetne jó helyen a szíved? Biztonságőrt hívjunk hozzá, vagy tegyük be egy bankba, vagy egy széfbe, vagy ássuk el, vagy mi legyen? A szüleidnél? Vagy a gyermekeidnél? Vagy nálad? Egyáltalán te meg tudod őrizni tisztán a szívedet? Vagy ők meg tudják őrizni neked? Valószínűleg nem. Olyan valakinek kell odaadni, akinél a legjobb helyen van. Aki betakarja, és megvédi, és nem adja gonosz kezekbe. Hol lehet a legjobb helye a te szívednek, a te gondolataidnak? Hibernáltassuk le az agyunkat? Nem. Példabeszédek könyve 22-23. Rész 26. vers. Emlékszik valaki, mi van itt megírva? Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Van egy énekünk, amelyik így kezdődik, tiéd szív, most néked átadom. Vagy a másik, itt a szívem égi atyám. Kinél van a legjobb helyen a mi szívünk, a mi gondolataink? Hát a Teremtő Istennél. Mert ő, aki megalkotta, ő találta ki ezt az egészet. Ő az, aki ért hozzá. Ő az, aki tudja, hogy hogy működik. Ő az, aki tudja, hogy hogy kell megőrizni. Bár fizikailag nem operáljuk ki, és nem helyezzük el egy szekrénybe, mert ez attól is bonyolultabb. Ez egy lelki folyamat. Ez egy kommunikációs folyamat. Úgy tudjuk, ha ezt naponta megtesszük. Úgy tudjuk, hogyha naponta keressük az Úr Jézussal a kapcsolatot, és naponta felajánljuk az ő számára. Naponta azt mondjuk, hogy Uram, ne az én döntéseim, ne az én akaratom legyen meg. Jézus, hogy imádkozott? Legyen meg a tiéd, Úr, Atyám. Így tudjuk átadni. Látjuk aztán, hogy sokkal inkább a gondolatnak, a döntésnek a helyéről van szó. Aztán Pál apostolnak is egy tanács, amivel szeretném zárni, Filippi 4:5-7 ezt mondja. Semmiért se aggódjatok, az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat
Krisztus Jézusban. Látjuk tehát, hogy a szív és a gondolat, itt többen az igében is összeér, erről van szó. Látjuk azt, hogy az agódás szintén elveszíti a szívet, viszont látjuk azt, hogy az ima, a könyörgés, a háladás, az őszinte bizalmi kapcsolat a Jóistennel, ez olyan békességet ad, segít olyan bölcs és értelmes döntéseket hozni, amely meg tudja őrizni Jézus Krisztusban. Rejtsük el benne a mi életünket. És mindezt, hogy kezdte ezt az igét Pál, hogy az Úr közel. Az Úr közel van, eljön értünk, hogy összegyűjtsön bennünket. Azokat, akik néki adták át a szívüket, azokat, akik megőrizték Jézus kezébe téve a szívüket, és azok ott lehetnek abban a csodálatos országban, Isten országában. Az én kérésem és imádságom, hogy mind a gyerekek, felnőttek, idősek, fiatalok, szeretteink, akikkel beszélgetünk Jézusról a héten, akiknek irodalmat adunk oda, imádkozzatok értük minden nap. Írjátok fel egy ima listára. És hisszük, hogy az Úr őket is, és bennünket is megsegít, hogy ott lássunk az ő örök országában. Amen.